Folytatom a skin bemutató sorozatomat, eljutottunk a harmadik sor utolsó skinjéig, a Crate Crusher 9000-ig. Sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash 4 skin bemutató videóban. Ha te is vártad már ezt a skint, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi platformer játék videókért feliratkozhat. Nézzük meg közelebbről ezt a skint, látható, hogy egyértelműen ez egy robot. Crash készítették el ilyen robot formába, na nézzük a nagy szín, amit használnak. Az az ilyen neonzöld, illetve az ilyen fém szürke szín. A hajának van itt ilyen vöröses színe, illetve a cipőjének, és még ennek a vezetéknek ott hátul, illetve van még ott egy talán üzemanyag jelző ott hátul középen, mert ott egy nyíl látszik, illetve valami feltöltés is ott van úgy mellette, így függőlegesen fel lehet valamit tölteni, nem tudom, hogy egyre erősebb lesz, vagy a pörgetés hatása, valami olyasmi lehet. Kesztyű is van még rajta, a szokásos crashes kesztyű, azon is van valami, szerintem ott is lehetne valami erősített ütést tenni, a gatyájánál van a bekapcsoló meg kikapcsoló gomb, gondolom én. A szeménél mutatja az életjeleket, a fülénél olyan hangszóró dolog van, és ott az agyába pedig ott táplálnak be valami infót, úgy a fejtetőjénél, az a vezetéken keresztül ott van valami nagy ellátása. Ez a skin, ami egy nagyon jó jövőbeli játéknak a sztoria is lehet, hogy például Dr. Neo Cortex meg akarja építeni Crash robot formába, és akkor ezt készíti el. A dobozú 9000. Jöjjünk és oldjuk fel ezt a skint a Nitro Processing pályán. Hogyha nem is készítenek erről a karakterről úgy külön majd egy játékot, vagy hogy szerepet adnak neki, attól függetlenül még azt tudhatjuk, hogy van akkor egy olyan multiverzum, amiben van egy ilyen Crash, ahol így elkészült. Na jól van, akkor gyűjtsük össze a dobozokat, haladjunk végig 3 életen belül, vagy hát akár hibátlanul is, ugyanis itt azért már hát nem kell mind a kettő az invertált és az alappályát is összes drágakővel megcsinálni, de szükség van 11 darab drágakőre. Drágakövet tudunk szerezni 6-ot a normál pálya fullozásával, illetve tudunk újabb 6-ot szerezni az invertált pálya teljesítésével. Én amit itt megmutatok, az az alappályában, hogy hogy lehet megszerezni mind a 6 drágakövet, és még az invertáltban megmutatom a rejtett drágakövet szintén, hogy akkor úgy meglegyen minden. Itt ahogy visszaváltunk Ika-Ikára, akkor így visszavált Crash is ebbe a formába, de ami fontos, az itteni doboz, ami oda fent van, mert a nevünknek eleget kell tenni, a dobozzúzó 9000. Milyen lehetett a 8000, 7000? Érdekes lehetett, az biztos, hogy hogy kezdődött annak a fejlesztése. Hát biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen prototípus volt először, és ami jól sikerült, az ez a 9000-es. Ez olyan jól sikerült, hogy akkor így belekerült így ebbe a pályába. Itt ezt elég egyszerű volt észrevenni, hogy itt tovább lehet így forogni, és akkor itt van nekünk a rejtett drágakő, illetve egy doboz is, tehát el kell érte jönni mindig, hogyha a dobozt, illetve a tökéletes teljesítést is meg akarjuk tenni. Itt van egy kis nehézség, ugyanis itt így leszokott esni a karakterünk, ahogy így végigérünk, és úgy beleeshetünk abba az ellenfélbe, ide a csótányba, ami hát eléggé rossz. Illetve az a rossz még benne, hogy lehetséges az, hogy az elektromos támadását éppen akkor nyomja, és akkor úgy, hát akkor úgy bajba vagyunk, mármint úgy bajba, hogy akkor annak úgy vége. Itt leszoktam így jönni teljesen, és akkor csúszni, mert ott nem mindig működik az. Ezeket az ellenfeleket nem muszáj ellökni, de én most megtettem! Menjünk a checkpoint felé, de vigyázzunk, mert érkeznek ezek a zöldségek, a kis slime-ok, de csak így a lépcsőig jön, úgyhogy nyugodtan lehetnek utána tovább haladni majd, el lehet így velük szórakázni, át is lehet ugorni őket, ahogy mi azt szeretnénk, viszont ezekkel a tüzes dobozokkal vigyázni, és itt van egy piros felkiáltójeles, ezt akkor pörögjük el, és kezdjük akkor a dobozoknak az összetörését, amik itt vannak, hogyha nem sikerül úgy egyből, akkor vissza kell menni, és akkor újra próbálkozni azzal. Itt ugorhatunk olyan nitro mellé is, nincsen belőle gond. Itt van egy nagy bumpa, ez jöhet, ugyanis a bumpákat is kell gyűjteni a drágakövekért. 2 tüzes doboz, itt ezt aktiváljuk, hátrébb jövök, elugrok,
nincs gond belőle, onnan kiszedem a mupát, TNT-t, ezt összetöröm, hoppá, várjál, ezt összetöröm, és a nitro alatt is, hiszen ott van nekünk az akumaszk, ezt megköszönöm, és akkor innen mehetünk. Itt kell nekünk szórakázni, így oda-vissza ugrálgatni balra, aztán jobbra, balra és jobbra, de ne túl gyorsan, mert akkor leeshetünk, de ezt, hoppá, de ezt így meg kell tenni addig, amíg el nem fogyott az összes. Miután elfogyott, mehetünk ide és pattogózzunk végig. Ezeken 5-ig kell számolni, és utána mehetünk a következő dobozra, és figyelni kell ezt az árnyékot, amivel bizonyosak lehetünk abban, hogy ráessünk a dobozra. És itt van akkor a második akumaszkunk, illetve a csúszás, lecsúszás után itt van még egy dobozunk, és aztán nyugiba megérkezhetünk. Megint jönnek ezek a slime-ok és robbannak, de ezek nem okoznak gondot senkinek, gondolom én, és aztán a checkpoint van itt. Na itt van sok-sok ellenfél, úgyhogy most már figyelni kell ezekre, főleg ezekre az elektromos csótányokra, amikor ez így támad, elpörgöm, és többnyire azért úgy neki szokott menni egy másik csótánynak, ami ott van, úgyhogy érdemes akkor abba az irányba menni ott a platformon. Itt mehetünk nyugodtan tovább. Itt szintén ez a taktika, hogy elpörgöm, ha eltalálja az egyiket, az akkor úgy jó, az segít. Ha nem találja el, akkor vagy visszább jövünk, vagy pedig hajrá, elhasználunk egy akumaszkot, de a lényeg, hogy ne essünk le, mert ha leessünk, akkor az halál, de az akumaszkot azt el lehet használni, van itt azért bővebben, úgyhogy nem kell azért itt annyira félni. Itt van egy lehetőség, hogy átlósan leugorjunk ide, ezt ki lehet használni, illetve itt nem kell nagyon megijedni. Ott lesz egy rejtett doboz odalent, és azt érdemes elkérni, vagy hát így hogy várjál, összetörte úgy tűnik. Összetörte nekem ez az ellenfél, hadd nézem csak, igen, összetörte. Jó, itt van a checkpoint, és a legtöbb gondot okozó része a pályának az ez, ugyanis itt elég furcsán mennek ezek az akadályok. Hát itt van bal szélen egy futó rész, meg a jobb szélen, és akkor figyelni kell, hogy nehogy akkor úgy menjünk, hogy akkor a hátsónak neki menjünk. Én figyelem az elsőt, meg a hátsót is. Hátsó lefelé indul el most, akkor én indulok, ugrok egyet-kettőt, megkapaszkodok, ugrok egyet-kettőt. Tehát hamarabb kell ugorni, mint ahogy elérsz a végére, mert akkor általában én legalábbis neki szoktam menni ugye a csapdának. Ez itt egyszerűbb, itt csak a hátsó, egyedüli hátsót kell figyelni, hogy mikor érdemes neki indulni, és akkor így rendben vagyunk a két akumaszkkal, vagy hát hogyha szépen összetöröd, akkor hárommal el lehet jutni így tovább. Csak én, ahogy úgy azt az ellenfelet nekipörögtem úgy, hát nem olyan szándékosan, de úgy neki ment, és amiatt így nem adta meg a játék, vagy nem tudom ott mi volt. Ezt összetöröm, TNT-t is aktiválhatom, habár nem fontos, mert a nitro detonátor majd úgyis összetörött mindent, és akkor kapunk egy maszkot, kuponavát, ahol majd itt le kell nekünk lassítani az időt, de előtte a bónusz. A bónusz teljesítjük akkor, na nézzük, azt mondja, hogy hát itt le lehet lassítani az időt, hogy ja nem is, itt már nincs velünk kupuna van, na akkor csak szépen, így jönni ide, hát halljam csak, ja ezek a tüzesek, akkor itt most így ugorjunk föl, ja nem csak a középső tüzes, nem baj, az is jó, elkérem a középsőt, utána pedig az alsó, a legalulról a második és a legfelső. Itt lesz majd még nekünk egy kis hajrá, ugyanis nekünk úgy kell a TNT-t aktiválni, hogy megyek tovább egyből, mert a nitrodetonátor ott van, és akkor eltünteti a lehetőséget, hogy tovább menjek. Tehát ugrok erre, aztán a tüzesre, erre, és így 22/22. Már meg is volt a harmadik drágakő a humpákért, úgyhogy ezzel rendben vagyunk. Kuponavát újra felvesszük, és akkor kezdhetjük, lassítom az időt be, ide középre, vissza az idővel, lassítom az időt be a fogak közé, és akkor itt vagyunk a checkponttal. Ott lesz nekünk három doboz, amire majd figyelni kell, illetve az a kettő kis ellenfél, aki még ott vannak. Jó, átugortam az akadályokat, itt lelassítottam, jövök ide a kamera felé, 1, 2 és 3, beugrok középre, az levisz ide, lelassítom az időt, nehogy túlvigyen azért. Itt van egy doboz, amit össze kell nekem törni itt középen. Ez az, és akkor itt kell, hát itt legalul, ha belassítom, akkor gyorsan fel tudok jönni, anélkül, hogy ők nagyon jönnének. Itt van a flashback tép, hogyha eljutunk ide halál nélkül.
itt pedig nekünk még egy doboz, illetve az a nitro, és akkor ez már a pályának a befejezését jelenti. Itt tovább ugrok ide, gyorsan le is győzök egyet. Ha ügyes vagyok, ráküldöm egy másikra, lassítom az időt megint, aztán figyelem ott az ellenfeleket, ők még nem kezdik az elektromos támadást, aki nem kezdi, akkor őt elpörgöm. Ott a hátsó az jelenleg aktívan tette azt, úgyhogy őt nem bántottam, és így teljesítette a Nitro Processing pályát, a Crate Crusher 9000 tökéletes teljesítés, ez 6 darab drágakő, viszont kell még az Inverted Mode, figyelni nyelve is van. Így néz ki az Inverted Mode-ba ez a Crate Crusher, hát igen, a retro 90-es évek retro játéka és pontszámozása. Na menjünk, nézzük meg azt az Inverted rejtett drágakövet. Na eljutunk ide, ehhez a checkpontig, ahol itt vannak a slime-ok, az a piros felkiáltójeles, illetve a lángoló dobozkák. Itt kell nekünk idejönni erre a sarokra, a platformnak, és ott lesz nekünk a sarokba. Oda nekünk csak szépen el kell ugorni, aztán visszaugorni, és így meg is van az invertált rejtett drágakő. Nekem nagyon tetszik ez a skin, a további skinek is királyok, ott van a lejátszás lista, amiben az összes eddigi és a jövőbeli is benne lesz. Nincs mások, már csak két sor maradt hátra, de szerintem lesznek olyanok, amiket egybe fogok vonni, szerintem majd lesz néhány olyan, na de ez majd legyen meglepetés, találkozunk legközelebb.